Sziasztok, én Oszkay Péter vagyok, ti pedig most a TechSend YouTube csatornáját nézitek. A mai videóban szeretnék nektek összehasonlítani két eszközt, amit itt láthattok előttem, amit nem sokára ki is fogunk bontani. Megnézzük, hogy miben hasonlóak, miben különböznek, milyen specifikációkkal rendelkeznek, és ki is fogjuk őket próbálni. Na de hogy mik is ezek az eszközök? Itt most előttem két párásító eszközt láthattok, az egyik egy Xiaomi Zibai párásító, a másik pedig egy Xiaomi Derma párásító. Nagyon sok mindenben megegyeznek, hiszen egy párásítónak alapjáraton az a dolga, hogy párásítsa a levegőt. Na de, akkor mi a különbség? Az egyik különbség az, hogy ez viszonylag egyszerűbb modell, ez körülbelül 5000 forintba kerül, ez pedig már egy kicsit kinézetre és anyaghasználatba is erősebb, plusz van benne plusz egy-két funkció, úgyhogy nagyjából ez egy ilyen 10.000 forint környékén mozog. Szóval ezen a szűrőn keresztül fogjuk megvizsgálni, inkább azt nézzük meg, hogy árérték arányban melyik éri meg a legjobban. Kezdjük el! De még mielőtt akármit is csinálnánk, nézzük meg, hogy mi van a dobozokban. Először is a Zibait fogom kibontani. Nézzük meg, hogy mit rejt a doboz. Olyan hatalmas meglepetés titeket sem fog érni, hiszen magát a párásítót találjuk benne, szépen becsomagolva. Én ezt most kicsomagolom. Még a vezeték is be volt csomagolva, ezt most szépen lerakjuk. És találunk benne még egy nagyon jó kis használati útmutatót is. Ó, én pedig már nem is látszódom, úgyhogy egy kicsit itt ezt arrébb teszem. Szóval találunk benne egy használati útmutatót is, ami azért nagyon fontos, mert alapjáraton nem csak annyi az egész, hogy ezt leemeled, opá, belerakod a vizet, és már megy is. Hanem alul, az alsó részből ki kell szedni egy szivacsot, amit nem sokára mindjárt meg is mutatok nektek. Na de nézzük meg először, hogy a használati útmutatóba mit találhattok. És ami nagyon fontos, hogy mindezt angol nyelven tudjátok elérni. Amit szeretnék kiemelni a használati útmutatóból, az nem más, mint az, hogy láthatjátok ezen az ábrán, amit most mutatok, hogy először fel kell emelni a felső részt az alsótól, ki kell venni egy ilyen kis szivacskát, mindjárt láthatjátok azt is, utána beleöntetitek a vizet, visszarakjátok, és utána már el lehet indítani. Szóval igazából nagyon egyszerű a működése, de azért ezt fontos áttanulmányozni. Három részre lehet szedni, le lehet szedni a tetejét, ide kell majd ugye beleönteni a vizet, és ami nagyon fontos, hogy ezt ki kell szedni, mielőtt el tudjátok kezdeni használni. Kiszeditek, visszaemelitek a tetejét, bár ezt szerintem nem kell annyira túlmagyarázni, és mikor visszaemeltétek, így, mehet bele a víz. Nem sokára ki fogjuk próbálni a gyakorlatban is, de először még szeretném kimondani a másik terméket is gyorsan. Mint láthatjátok, kiszedtem a csomagolásból, és itt is ugyanezt találjuk a csomagolásban, mint a másikban. Egy használati útmutatót, ami egy kicsit nagyobb és vastagabb, de ez csak azért van, mert több nyelven van a használati útmutató, viszont találjuk magát a gépet, amit, hogyha így első blikre összehasonlítunk, láthatjátok, hogy azért kinézetben azért van különbség. Én úgy gondolom, hogy ez egy sokkal egyszerűbb formavilágot képvisel, ez pedig már egy kicsit összetettebbet. Hogy őszinte legyek, nekem ez sokkal jobban tetszik. Természetesen a Derma párásító használati útmutatójában is minden fontos le van írva, és itt még egy, mivel több funkció van, amikről mindjárt beszélni is fogok, ezért több mindent találhattok a használati útmutatóban, mindenképpen érdemesnek találom átböngészni, mielőtt használjátok. Most, hogy látjátok, hogy mi van a dobozokban, egy kicsit szeretnék összepakolni, így már mindjárt más, és bemutatni, hogy milyen tulajdonságokkal, funkciókkal, specifikációkkal rendelkezik ez a párásító. A Xiaomi Zibai párásító három fokozattal rendelkezik a párásítás terén. Van egy ilyen nullás, amikor ki van kapcsolva, és ha elkezditek felfelé tekerni a gombot, akkor ahogy tekeritek a jobb bal oldalról a jobb irányba, úgy egyre nagyobb füstöt fog kibocsátani. Nem sokára megmutatom ezt nektek. Nagyjából egy ilyen 25-30 négyzetméteres szobához ajánlják,
4 literes tartállyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy ilyen 12 órán keresztül tudja nektek párásítani a levegőt otthon, hogyha teljesen feltöltitek. Úgy lett kifejlesztve, hogy akár éjszaka is lehessen használni, ne csak napközben, szóval hihetetlenül alacsony zajhelyen rendelkezik, szinte egyáltalán nem is lehet hallani, amikor dolgozik. És ha leveszem a tetejét, akkor láthatjátok, hogy nagyon nagy átmérővel rendelkezik, 14 cm-es, ez azért jó, mert hogyha belöntitek a vizet, akkor biztosan nem fogjátok mellé önteni, de van egy még, ennél sokkal fontosabb, sokkal egyszerűbben lehet tisztán tartani, tisztítani ezt a terméket. Na de most, hogy elmondtam gyorsan a specifikációkat, nézzük meg a gyakorlatban, hogy hogyan működik a termék. Én most gyorsan elmentem, és feltöltöttem nektek ezt vízzel, hogy be tudjam mutatni. Amit még fontos elmondani, mielőtt kipróbáljuk, hogy nagyjából egy ilyen 1,5 méter hosszú zsinort adnak hozzá, úgyhogy itt a stúdióban most okozott egy kis problémát, hogy bedugjam, de hát otthon nyilvánvalóan, hogyha mondjuk az éjjeli szekrény mellett használjátok, vagy a szoba akármelyik részén, azért 1,5 méteres távolságban valószínűleg lesz kábel, ha nem, akkor pedig használhatok hosszabbítót hozzá. Na de, csapjunk bele! Ahogy láthatjátok, én most elkezdem feltekerni, és megjelent a gőz. Ilyen gyorsan működik. Nincs rá szükség, hogy bemelegítse magát, bekapcsolod, és működik. És most láthatjátok, hogy tekerem fel, most maxra húzom. Wow. Look at that steam. Igazából ez ennyit tud. Ez egy párásító, ami párásít. Teszi a dolgát. Halljátok, milyen hangos? Nem, én se, mert nem az. Szinte hangtalan. Most, hogy én ezt itt elindítottam, remélem a kamerán normálisan látszódik majd a gőz, kicsit elrakom oldalra, viszont ide rakom, viszont nem fogom kikapcsolni, mert egyáltalán nem zavar be. Szóval szeretném prezentálni nektek, hogy mennyire egyszerű a működése, mennyire hangtalan, szinte mintha itt se lenne, viszont párásítja a teret, ami viszont nagyon sok szempontból pozitívum. Ugye télen a fűtési szezonban alapjáraton is nagyon száraz a levegő, ami nem tesz jó túlságosan az egészségünknek, és a bőrünknek se. Úgyhogy már csak azért is minden háztartásba ajánlok, hogy vegyetek valamilyen párásítót, mert nagyon jó hatásai vannak neki. Talán nem is gondoltátok volna eddig. Na de, nézzük is meg a következő termékünket, ami nem más, mint a Xiaomi Dermának a párásítója. Először erről is szeretném elmondani a specifikációkat és a tulajdonságait, utána pedig be fogom nektek mutatni, és meg tudjátok nézni, hogy mit tudnak összehasonlítva egymás mellett. Kialakítás ügyileg egy kicsit nagyobb, mint a másik termék, ez 5 literes tartállyal rendelkezik, ami azt is jelenti, hogy akár 15 órán keresztül is tudja folyamatosan párásítani az otthoni tereteket. Bekapcsolás után majd láthatjátok, de itt elmondom előre, hogy itt van egy kijelző, ami azt mutatja, hogy az adott helységben pontosan hány fok van. Ezt a funkciót otthon teszteltem többször is, és mindig a pontos hőmérsékletet mutatta, úgyhogy ez egy elég király kis funkció. Rendelkezik még időzítő funkcióval is, szóval be tudjátok állítani azt, hogy az adott napból hány órát szeretnétek, hogy párásítson. A ködmennyiség itt is 3 állítható fokozattal rendelkezik. Ez már annyival intelligensebb, hogyha érzékeli, hogy nincs víz a tartályban, akkor automatikusan kikapcsol a gép. Amit még szeretnék kiemelni mindenképpen, hogy aktív szenes szűrővel rendelkezik ez a párásító, ami azt jelenti, hogy megszűri a levegővel lévő bacillusokat, és elősegíti a víz frissességét. Ami fontos, hogy ez tisztítható, ezért a környezetünk szempontjából is nagyon fontos, hogy körzet tudatos ez a gép. Mindjárt hallani fogjátok, de ez a gép is ugyanolyan halk, mint az. Úgyhogy ebben nincs olyan hatalmas nagy különbség. Most pedig gyorsan megtöltöm vízzel, és nézzük a funkcióit. Szeretném nektek bemutatni, hogy kialakítás ügyileg eléggé eltér a két gép abból a szempontból, hogy itt az alján tudjátok ezt lecsavarni, és beleönteni a vizet, amit párásítani fog. Én már ezt most megtettem, hogy be tudjam nektek mutatni, úgyhogy össze is rakom, visszarakom rá a tetejét. Véletlenül megnyomtam az érintőképernyőt. Ezt gyorsan most még kikapcsolom. Így van, oké, összeraktam. Dizájn szempontjából, amennyiben több ez a gép, mint ez, az nem más, mint hogy itt felül
lehet irányítani azt, hogy a füstöt merre fele fújja. Ezt még a bekapcsolás előtt szerettem volna nektek elmondani, és nézzük. Bekapcsolom. Bekapcsolni nem mással lehet, mint a power gombbal, nyilvánvalóan. Ahogy bekapcsoljátok, a leggyengébb intenzitású mód fog elindulni. A módokat a jobb oldalon található kis ilyen beállítás gombnak a megnyomásával tudjátok állítani. Hogyha megnyomom egyszer, akkor láthatjátok, most már a közép intenzitás indul el, és ha megnyomom még egyszer, akkor pedig a harmadik számú, a legerősebb, itt már elég durván tolja a levegőt, és hogyha így forgatom a felső részt, akkor láthatjátok, hogy most jól felén fújja, de lehet, hogy nem is látszódom rendesen a kamerában. Ne felén fújd, légy szíves. Kicsit elhúzom ide. Oké. Okay. Ha a jobb oldali gombot 3 másodpercig tartjuk lenyomva, akkor be tudjuk állítani azt, hogy az adott napból hány órán keresztül párásítson a gép. Ha még egyszer megnyomjuk a jobb oldali gombot, akkor pedig alvó módba fogja magát kapcsolni a gép, de nem olyan szintre kell gondolni itt az alvó módon belül, hogy akkor kikapcsol, hanem csak nem fogja mutatni a hőmérsékletet. Most, hogy mind a két párásítót leteszteltük, szeretnék húzni egy vonalat, és elmondani nektek azt, hogy én melyiket ajánlom a kettő közül. Én olyan hatalmas különbséget a két gép között nem fedeztem fel, de az biztos, hogy a Derma gépe az egy jobb gép. Viszont ez 12.000 forint környékén mozog, ez pedig 5.000 forint környékén. Nézzük meg először ezt. Egy jóval egyszerűbb formavilággal rendelkezik, egy darab fizikai gomb van rajta, amit ugye itt tudtok állítani, az intenzitását a párásításnak, felülről tudjátok beleönteni a vizet, igazából ez ennyit tud. Amivel a Derma többet tud, az az, hogy például fentről ugye lehet állítani azt, hogy merre menjen a füst, ezen nem gomb van, hanem érintőképernyő, van rajta egy LED, ami mutatja azt, hogy milyen hőmérséklet van, be lehet állítani azt, hogy egy napból hány órát párásítson, és utána ugye kikapcsol. Úgyhogy azért azt mondanám, hogy ez egy okosabb gép, szerintem jobb formavilággal, de árérték arányban mind a kettő teljesen korrekt. De ha most szeretnétek egy kis kedvezménnyel megvásárolni ezeket a termékeket, akkor használjátok ezt a kuponkódot a TechCennek a webáruházában. Mára ennyi lettem volna, köszönöm szépen, hogy végignéztetek, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!